Az egészséggel már több videóban is foglalkoztam, de ezt most egy kicsit másképpen teszem. A mai videómban a testépítést veszem mikroszkóp alá. Most biztosan sokan felhördülnek, hogy a testépítés egészségtelen. Ha profi sportról beszélünk és versenyszerűen hűzzük, akkor ez minden sportágra igaz. A túlerőltetések, a szerek és az elvárások miatt. Az életmódszerű testépítés viszont ennek mondhatni teljesen az ellenkezője. A táplálékkiegészítők használata, az egészséges és kiegyensúlyozott étkezés, a rendszeres testedzés pozitív hatással van úgy a testi, mint a lelki egészségre. A testépítés a legjobb módja testünk izmainak speciális és koncentrált edzésére. Szinte minden sport mellett használják kiegészítő edzésként. De mi most ebben a videóban megvizsgáljuk a legextrémebb helyzeteket és megkeressük a legnagyobb különbségeket, vagyis kontrasztokat. Sziasztok! Ez itt a legnagyobb különbségek csatornája. Heti két alkalommal jelentkezem érdekes, megdöbbentő különlegességekkel a nagyvilágból. Ernestine 56 éves koráig egyáltalán nem sportolt, és az egészséggel sem törődött különösebben. Egyszer aztán úgy döntött, hogy itt az ideje kezelésbe venni az életét. Nővérével együtt kezdtek el aerobikozni, amit egy idő után már annyira profi műveltek, hogy versenyekre is jártak. A szupernagyi 2010-ben bekerült a rekordok könyvébe, mint a világ legidősebb női testépítője. Arra a kérdésre, hogy mi a titka annak, hogy ilyen fantasztikusan néz ki 82 évesen, azt felelte. A hajnali kerés, a heti 130 km futás, az egészséges étkezés és a rendszeres súlyzózás. A legtöbb sportra igaz, hogy nem lehet túl korán elkezdeni, de az egészséges testi fejlődés érdekében a testépítést nem ajánlják 15 éves kor előtt. Így a legfiatalabb testépítőt ezenkor figyelembe vételével és annak eredményeivel vizsgáltam. A most következő lány betegsége miatt kezdett el edzeni, ugyanis anorexiában szenvedett, és folyton mondták neki testvérei, barátai, hogy egyen több sütit, mert szörnyen néz ki. Mindig is szeretett volna valamit sportolni, így 6. osztályos korában egyedül elment egy edzőterembe, aztán idővel szokássá vált számára az edzés és a helyes táplálkozás. Szülei nem támogatták azon döntésében, hogy ezt a sportot válassza, így egyedül járt az edzésekre. Mára teljesen egészséges, és ez a sport hozta meg számára a boldogságot. Testépítés azért mégiscsak egy férfias sportág. Most nézzünk körül, mi újság a legidősebb és a legfiatalabb férfi testépítővel. Rafael nem egy tipikus nyugdíjas férfi. Igaz, az öregedéssel gyakran együtt jár az emlékezet elvesztése, az izomtömeg leépülése és a csontsűrűség gyengülése is. Azonban nem jelenti ez azt, hogy csak tévésorozatok nézésére és a gyógyszerek számogatásával kellene eltölteni életünk hátralevő néhány évtizedét. Rafael szerint a kor csak egy szám, és annyit jelent, mennyi ideig éltél. A testépítő legenda rendszeresen jár konditerembe barátaival. Ilyenkor beöltözik egy átlagos, kövérkés öregembernek, és eljátsza, hogy most próbálja ki először a gépeket. Ilyenkor nagy megdöbbenés lesz úrá a teremben, amikor 92 kg-mal nyom fekve, és annyiszor képes magát felhúzni, amennyinek a felével elégedett lenne a legtöbb 20-as éveiben járó ember. Majd leveti az állöltözetet és figyeli a döbbent arcokat. Ha most jársz itt először, iratkozz fel, hozd meg ismerőseiddel, és kapcsold be az értesítéseket, nehogy lemaradj a legújabb videóról. Cosmo, a legfiatalabb hivatalos testépítő, 11 évesen kezdte, és 14 éves korában már versenyekre járt, ahol nála több évvel idősebbekkel méri össze magát. Odafigyel a helyes étkezésre, amiben édesanyja sokat segít neki. A fiatal ember felkészülési idő alatt is elképesztően szálkás tud maradni, hisz testzsír százaléka csupán 3%.
Most jöjjön egy kis meglepetés. Az ilyen volt és ilyen lett történeteket mindenki szereti. Lássunk pár sikersztorit, hogy micsoda átváltozáson mentek keresztül. Az, hogy megérte-e, nem lehet kétséges. Írjátok meg kommentben, nektek ki tetszett a legjobban, szerintetek ki változott a legnagyobbat. Ha tetszett a videó, oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel, nyomj egy lájkot és iratkozz fel! Sziasztok!